Hölgyeim és uraim, nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki a mai délutánon is van a Hozottat Ötlet Intézetben. Folytatjuk a 25 év után című sorozatunkat, ahol ma a gazdaság és a külgazdaság programatikája kerül előtérbe. Muszáj kötelességszerűen emlékeztetem a jelenlegről, csak már mindenki tudja, hogy a politika történet alapítvány kiadó, a napvilág kiadó 5 évvel ezelőtt 20 év után címmel csinált egy sorozatot, amit követek itt láthatok az asztalon, amely szerintem a maga nevében példaértékű. Nem egyszerűen a szerzők miatt, és nem a sorozat szerkesztő miatt, hanem azért, mert senki más nem vállalta azt, hogy hasonló igényel azt a két évtizedet értékelje. Eltelt 5 év, és minden okunk megvan arra, hogy újra értékeljük. Hogy újra értékeljük-e ezt a korszakot, ez már most a jelenlévő szerzőtől és oponensünktől, Sherin Gábortól fog tudni, hogy az ő véleményük mi. Arra szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy minden szerzőnek, minden előadónak két kérdést tettünk föl, és azt is kérem a közönség, hogy ellenőrizze megkismertesen, hogy erre a két kérdésre válaszolnak-e az előadók. A két kérdés az volt, hogy az elmúlt 5 év fényében újraértékelik-e a előző 20 évet. Ez az első kérdés. Vagyis másképpen írnák-e meg az előző 20 évről a most a könyvítettel, amikor már a 25-ig megvan. És a második kérdés természetesen megkerülhetetlen az volt, hogy hogyan látják ezt az 5 évet. Vagyis úgy is fölfogható a kérdés, a két kérdés, hogy 20-25 évről beszélünk-e, vagy 25 évről beszélünk-e. Mindenki a maga tetszése szerint válaszolhat természetesen erre a kérdésre. A játékszabályunk az, hogy 15-20 percet beszélhetnek az előadók, és utána átmegyünk vitában. Először a belső megállapodásnak szerint Balázs Péteri asszony. Köszönöm szépen, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagyon hálás voltam, és vagyok Földes Györgynek azért, hogy annak idején rávett ennek a könyvnek a megírására. Ma mást írnék, többet írnék, miközben ennek minden szavát vállalom. Tehát azt gondolom, hogy amit leírtam, érvényes, vállalható, de az elmúlt 5 év nagyon sokat adott hozzá. Magasabbról, messzebbről látjuk. Két dologban írnék mást, vagy többet. Az egyik, hogy a 25 évből az első 15 fontossága megnőtt a szemembe. Amit átmenetnek szoktunk nevezni, és nagyjából 89-ben kezdődött, azt gondolom, hogy nagyobb hatása volt arra, ami utána következik, mint ami aztán bekövetkezett, az már kiszámítható volt, legalábbis az elején. És ami nem volt kiszámítható, arra a legvégén egy pontban még visszatér. Amikor benne voltunk, nem tudtuk, hogy miben vagyunk benne, száguldott velünk a történelem, versengtünk a szomszédokkal, és próbáltunk az adott helyzetben jó döntéseket hozni, ki a maga helyén, ahova sors helyezte. Ez egy konfliktus utáni szituáció volt, amilyennel tele van a történelem, összeomlik egy hatalmi rendszer, és időbe telik, amíg egy újabb hatalom a keletkezett vákumot betölti, és ebben a váltásban nagyon sok szereplő, főleg a kisebbek, sodródnak, hol jó, hol rossz irányba, nem biztos, hogy mindig urai a helyzetnek, és nem biztos, hogy mindig fölismerik azt, ami velük történt. Volt ilyen, ha nagyon visszamegyek, 1526-1541, érdekes módon az is 15 év volt, ugye Mohácstól Buda elfoglalásáig, Nemeskőti megírta annak idején az elfelejtett évtizedet, és akkor sodródott Magyarország, de lehetne mondani 1918-33-ig nagyon sok közép-kelet-európai országra, hogy a Habsburg, a cár és a török birodalom összeomlott,
amíg azután a Német Harmadik Birodalom kezdte betölteni ezt az űrt versenybe a Szovjetunióval a másik oldalról. Tehát vannak ilyen esetek, azt gondolom, hogy ilyesmi történt velünk, ami ennek nagyon érdekes illusztrációja, hogy a bipoláris rendszer összeomlott, három szövetségi állam, Szovjetunió, Csehszlovákia és Jugoszlávia összeomlott, 24 új állam keletkezett. Én föl szoktam tenni hallgatóimnak is azt a kérdést, hogy hány nagykövet kellett ahhoz, hogy Moszkva, Belgrád és Prága egymással diplomáciai kapcsolatokat ápoljon. A válasz könnyű, és ezt itt mindenki tudja, hogy 6. Ugye mindenki küldött 2-t. Csak az utódállamaiknak, amelyek azonos területen keletkeztek, ma hány nagykövetük lehet, ha mindenki mindenkihez küld egyet? Lehet, hogy Fitti Zoli fogja legelőbb megválaszolni, de elárulom, 552. 552. És ha kiszámoljuk azt, hogy mindössze három állam örökölte meg az előző diplomáciai hálózatot, Oroszország, Szerbia és Csehország, és 21-nek kellett új diplomáciai hálózatot építeni, ebből kettő van nagyobb fajta, Ukrajna és Kazaksztán, az összes többi kisebb, ha csak azzal számol, hogy egy kisebb ország manapság körülbelül 30 képviselettel jelenik meg a világban, talán ez ugye a minimum táján van, akkor a világban körülbelül 6000 új nagykövetség létesült. Ennek részben magam is tanulja voltam Bonnban és Berlinben, gombamódra szaporodtak, rengeteg jó nyitó fogadás volt. Nos, és ez a folyamat hatalmas terheket ró a nemzetközi szervezetekre, az ENSZ-re, az Európa Tanácsra, az EBSZ-re, az Európai Unióra és a NATO-ra. És ebben a folyamatban futottunk mi az összeomlott, ránk dőlt keleti pillér romjai alól a szilárdnak tűnő nyugati pillére, amely örült a népszerűségnek, de nem vetett számot azzal a felelősséggel, ami rá árult. Nagyon sok minden, rengeteg jó akarat volt a befogadásunkban, de valószínűleg semmi sem, ők nem látták pontosan, ami történik. Már most jó volt a széljárás, mert ellentétben a török hódoltság kezdetével és sok más történelmi szituációval, ezúttal a történelmi folyamat a saját választásunk és érdekeink irányába vitte Magyarországot nyugat felé, és ez volt az oka annak, hogy hihetetlen kontinuitás uralkodott 90-től gyakorlatilag 2004-ig. Egymásnak adták a stafétát a kormányok, legalábbis ami az EU-NATO csatlakozást és a szomszédokkal való alapszerződések megkötését illeti. Ebből a sorból senki nem lógott ki, de ezek csak a kezdő lépések voltak. Odáig már nem jutott el valójában egyik kormány sem, hogy az egész külpolitikai rendszert átgondolta és átalakította volna. Ezzel a mai napig adós, bárhogyan hívják is a külügyminisztériumot. A belpolitikában új és régi elitek hatalmi harca folyt. Nekem olykor Görgei Gábor zseniális darabja, a Komámasszony Holstukker jut eszembe, mert kormányzott először az értelmiség, a kispolgár, aztán kormányzott a melós fiú, és végén kormányoz az árulányhajas fiú. Tehát mindegyik figura megjelent, Görgei nagyon jól látta a magyar társadalom keresztmetszetét, aki nem látta a darabot, ajánlom, hogy nézze meg. Tulajdonképpen mindezek az érdekcsoportok és politikai értékrendek szóhoz jutottak. Valamikor azt gondoltuk nagy budapesti értelmiségi körökben, 90 táján, hogyha három parlamenti ciklus lezajlik, akkor már mindenki volt kormányon is, meg ellenzékben is, és akkor megnyugszik majd a belpolitikát, pont akkor kezdett el izgalmassá válni. A második kérdés, hogy én elég bőven tárgyaltam ebben a könyvecskében az EU-tagság előnyeit.
Ma már úgy tenném fel a kérdést, hogy vajon mivel teszünk jobbat Magyarország nyugatosodásának, modernizációjának, felzárkózásának, azzal-e, ha csak a pozitívumokat dicsérjük, vagy azzal is, hogyha a veszélyekre rámutatunk, és megpróbáljuk ezeket mérsékelni. Mondok néhány rövid példát, tudva azt, hogy itt az asztalnál utána olyanok fognak szólni, akik bizonyos témáknak egészen nagy szakértő. Az áruk szabad áramlása messze a EU belépés előtt bekövetkezett már a társulásra gyakorlatilag 92-től, sőt, Magyarország előtte már egy oldalúan nyitott importengedélyezés eltörlése, devizaallokáció eltörlése, fülkerjog privilégiumának eltörlése. A túlerős nyugati kínálat benyomult, és mint egy cunami úgy sodorta el a helyi szükségletre termelő kisipart és a helyi szükségleteket kiszolgáló kiskereskedelmet. És nagy nemzetközi láncok nyomultak be a helyükre. Szinte tálcán kínálva a lehetőséget a jelenlegi kormánynak, hogy ezeket kinyomva a haveroknak játssza át a piacokat és a hálózatokat. Körülbelül itt tartunk most. A tőke helyfoglalásáról nem beszélek, mert tudom, hogy Pitti Zoltán erről fog mondani dolgokat. Annyit mondanék, hogy minden előny mellett, ami munkakultúrát, adóbevételt, export, kapacitást jelent, sérülékeny iparágak vertek gyökeret Magyarországon, egy gépkocsipar tipikusan ilyen, erősen kínálat és konjunktúra függő, nem szerves fejlődés eredménye és viszonylag alacsony a hozzáadott érték, tisztelet a kivételeknek, gyógyszerűen más tényleg. A munkaerő, Mandó László biztosan érdekes dolgokat fog mondani, én is kíváncsian várom. Emlékszem arra az időre, amikor csak a pull hatásokra alapoztak nyugati prognózisokat, tehát arra, hogy milyen vonzó az a magas nyugati jövedelem. Volt a kezemben olyan tanulmány, amelyet kikacagtunk, mert 200 ezer magyar munkavállalóval számolt, hogy annyian fognak kimenni, 50 ezer nélkülben leállt. Annak idején szint. Ma félidős. A második világháború óta ekkora emberveszteség Magyarországot nem érte. Létszámban és minőségben. Mert a push faktorokat az Orbán kormány teremtette meg hozzá. És a kettő együtt működik. Hogyha van egy húzó és egy toló hatás, annak idején a húzó hatás nem volt elég ahhoz, hogy a magyar munkavállalókat kiszívja nyugatra, egy jókor a toló hatással együtt ez már erősebb. Én magam az EU alapokkal foglalkoztam egy rövid ideig az Európai Bizottságban. Már tudtam azt, hogy ez egy fajta fájdalomdíj a piachódításért cserébe. Tehát besorolnak minket valahol egy félperifézikus helyzetbe, és ezért cserébe kapunk bőkezű alapokat. Nagyon rosszul járnánk, ha most ezek az alapok megszűnnének. Bokros tegnap mondta a televízió, hogy egyből 6%-ra ugrana föl a költségvetési hiány, és egy csomó munkahelyet is elvesznek. A költségvetés tehermentesítése nagyon jó, és nagyon jó, hogy külföldi pénz jön az ország. De a célrendszert nem mi írjuk, hanem a donor, a befizetők. Ők írják a célrendszert, aztán ezzel megvitatjuk együtt, és az idegen pénznek, ezt tudjuk a fejlődő világ tapasztalatából, ami elköltendő és elkölthető, van egy demoralizáló hatása, nem a mi pénzünk. Valakinek valahol messze el kell vele számolni, és itt kezdődik a korrupció, először kicsiben és a magánszférában, aztán nagyban, és ez a state capture jelenség formájában, ahol megmérgezi a kormányzat pénzosztó rendszereit is. A nagy nyertesek korábban még 8-9 számjegyű összegekkel megelégedtek, ma már a 12 számjegynél tartanak. Kisebben a nullákat nem érzi, a millió és a milliárd között nem érzi az ezerszeres szorzószámot, csak tudja, hogy valami nagyon nagy pénz forog. És végül az uniós intézmények érdekes lehetőségeket kínálnak. Ebből
az Európai Parlamentet azt a legtöbb ország kicsit cinikusan használja, mert egy európai parlamenti állás az lehet jutalom, ott lehet tartani cserejátékosokat, parkolópályán nálunk két köztársasági elnök jött Ficóra haza EP képviselői állásból. Ezt sokat nem kommentálom. A bizottságot azért nem, mert itt többen is érintettek voltunk benne, viszont a tanács az egy új kormányzási szint minden egyes tagállam. És itt dől el, hogy miként használja egy kormány az EU építésére-e. Magyarország utoljára 2011 első felében járult hozzá konstruktívan az Unióhoz, az uniós elnökség idején, korábban alaposan előkészített kezdeményezésekkel és projektekkel. Azóta céltáblának használja, és azt se tudjuk ezután elhinni, ha hirtelen saját családunknak minősíti a miniszterelnök. Én majd akkor hiszem el, hogyha a Kossuth téren, ahol ma is átjöttem, az Európai Unió zászlót is látom, és nem a két magyar zászlót a miniszterelnöki oldal, és a magyar és a székely zászlót a házelnöki oldalon. Ez nem őszinte viszony, és egyre jobban beszorul a miniszterelnök ezzel a belpolitika és külpolitika közti manőverezéssel egy olyan sávra, amit a szavak és a tettek különbsége jelez. Tehát az, hogy mond valamit, de úgyse hajtja végre, ez itthon lehet mozgástér, de a nyugati kultúrában a kartéziános logika szerint ez nem mozgástér, ez szégyen. Beszéljünk a halálbüntetésről, de csak beszéljünk. Beszéljünk a rabszolgaságról. Azt is beszüntették, tehát miért ne beszélhetnék rá? Beszéljünk, vitassuk meg, hogy milyen előnyei vannak a társadalomban. És még tudni beszélni. Elfogytak a barátaink, már a B4 sem koherens szervezet. Nincsenek barátaink az Európai Unióban. Szokták mondani mostanában David Cameront. Cameronnak azt hiszem, hogy egy Orbán típusú szövetséges úgy hiányzik a mostani manővereiben, mint Buba hátára. Őneki Németország és Franciaország támogatására van szüksége, és utána bárki egyébre, meg a lengyelek megértésére, és itt megállok mindjárt. Azt gondolom, hogy az újabb nyugatosodási esély kudarcot hallott Magyarországon, és ez az elmúlt 5 évnek tulajdonítható. Gazdaság leszakad a szomszédoktól, és fő erőforrásunk a munkaerő, eltéptelenedik, egyrészt a kivándorlás megtizedelés lefölözi, másrészt a hazai oktatás, egészségügy és a nagyon primitív tájékoztatás devalvál az emberek munkaerőkénti foglalkoztatását. Az értékét a külpolitika nem a nagy pályán játszik, ott kéne játszani az EU-ban és a NATO-ban. Ehelyett hangyákra vadászik, most ez a déli és keleti vitás, ez körülbelül olyan, hogy bogarakat kerget, miközben elefántok dörömbölnek a másik oldalon, illúziókat kerget. Ennek az eredménye a periferizálódás minden tekintetben, már nem csak gazdasági, politikai, hanem kulturális, erkölcsi tekintetben is. Ennek jele a kicskultusz, a hírhamisítás és a visszaállítása belül és kívül. Ha ezeket a vonalakat tovább húzzuk, nincs jövőkép. Vagy aki lát egy jövőképet, nem meri kimondani. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Én szeretném megköszönni a kiadónak, hogy ez a sorozat megszületett, és én is írhattam egy könyvet ebben a sorozatban, ami a 20 évről szól. Az én esetemben ennek a kötetnek volt egy előzménye, amely két társszerzővel az első 10 évről szól. Ez a két társszerző annak idején Hegyi Gyula és Galló Béla voltak, akikkel megpróbáltuk lefedni a gazdaságpolitika, a külpolitika és a kultúra világának egy jelentős részét az átmenet időszakában.
Ennek a közös munkának, amelyből aztán az én tovább gondolt önálló kötetem született, egy kritikai hozzáállás volt az alapja, egy szkeptikus hozzáállás, amely lényegében arról szólt, hogy bár Magyarország ugye jó úton halad az európai integráció felé, mégis nagyon sok olyan eleme van ennek az átalakulásnak, amely nem látható módon problémákat generál, olyan egyensúlytalanságokat, olyan későbbre halasztott problémákat, gombákat rejt el, amelyekkel idő múlva szembesülni kell. Ennek a forrása nyilván, ugye sokan ezzel talán egyetértenek, az a domináns ideológiai irányzat volt, amely az 1990-es éveket jelentős mértékben meghatározta. Szoktak beszélni neoliberalizmusról, ami a gazdaságpolitikát illeti, akkor az úgynevezett washingtoni konszenzus volt, ugye ez a meghatározó domináns koncepció, amely lényegében ugye egy nagyon leegyszerűsített képet alapított ki és sugárzott a gazdaság működéséről. Lényegében azt, hogyha az állam visszafogja magát, és amit csak lehet rávízunk a szabad piac működésére, liberalizálunk, privatizálunk, deregulálunk, akkor a dolgok egyre jobban fognak működni. És tulajdonképpen azért ennek a folyamatnak a nagyvilágban már a 90-es évek második felében megszületett egyfajta belső kritikája, hogy más nem mondjak, ugye akkor már a Világbankon belül Joe Stiglitz vezetésével elkezdődött egy revíziós folyamat, amely megpróbálta beépíteni a neoliberalizmusnak eltérő közgazdasági irányzatok, a Keynesi felfogás, institucionalizmus egyes elemeit. És azt mondom, hogy ez a revízió viszont sajnos túl lassan érkezett el mi hozzánk, és igazából olyan nagyon nagy hatást nem tudott gyakorolni az első két évtizedre. Ezért lett az én könyvemnek ez a címe, hogy Eltévedt élolvas, ami ugye egyrészt egy irodalmi utalás, másrészt egy sugalmazás arról, hogy bár az ország teljesítményét dicsérik, mindenki nagyon örül annak, hogy az élbolyban haladik az európai integráció felé és annak első keleti bővítési körében a legjobbak között sikerült szerepelni. Ugyanakkor ezen az úton nagyon sok a rosszul megválasztott indikátor, a rosszul megválasztott sikermutató, amely ezeket a rejtett aknákat, ezeket a szűnyeg alá söpört ügyeket, megoldatlan problémákat csak halmozza. A kiinduló kérdésünk ugye arról szólt, hogy az 5 év tükrében hogyan látjuk a 20 évet. Azt mondom, hogy az 5 év tükrében én úgy látom a 20 évet, hogy ezekhez a megoldatlan szőnyeg alá söpört, rejtett ügyekhez, aknákhoz való hozzányúlás volt egyfajta domináns motivum az elmúlt 5 évnek. Nyilván nem így kellett volna hozzányúlni ezekhez az ügyekhez, de valakinek hozzá kellett volna nyúlni ezekhez az ügyekhez, mert ilyen formában nem halmozódhattak volna, nem gyűlhettek volna tovább. Mondok 5 példát, amellyel segítenék majd a vitát is elindítani. Az 5 példa a következő. Kezdjük ugye a korábbi reszorttal, foglalkoztatás politikával. Magyarország úgy lépett be az Európai Unióba, hogy a legalacsonyabb volt a foglalkoztatási rátája. Ez nyilván annak a 90-es évekbeli soknak az elsődleges következménye, amelyen Magyarország is mások is keresztül mentek, de itt valamilyen oknál fogva az inaktivitás még az átalakuló országcsoporton belül is jobban megjött. Tehát az, hogy az inaktivitásnak, az alacsony foglalkoztatásnak milyen káros következményei vannak, ezt valószínűleg nagyon sokan tudják. A gazdasági teljesítménytől, a szociális integráción keresztül a társadalombiztosítás egyensúlya, lehetne sorolni, hogy mi mindenre van rossz hatással az, hogyha relatíve kevesen dolgoznak az aktív korosztályon belül. Tehát ugye a legtöbb helyen az alacsony foglalkoztatásra az a válasz, hogy ugye integrációs programok indulnak a marginalizált csoportok
munkához való segítése érdekében, és volt is néhány ilyen Magyarországon. Ugyanakkor valószínűleg ez nem állt arányba azzal, amilyen mértékűvé halmozódott ez a probléma a 2000-es években is még. Tehát ugye látjuk azt, hogy a jelenlegi kormány, amely 5 éve van hivatalban, hogyan nyúlt hozzá. Látjuk azt, hogy tulajdonképpen egy megoldatlan helyzetből egy újabb zsákutcába vezette a gazdaságot, hiszen a közmunka rendszer ilyen mértékű földduzzasztása az nem a megoldása ennek az inaktivitásnak, hanem egyfajta újabb zsákutca, amely együtt jár a meglevő munkahelyek színvonalának lerontásával. Ugye ebben a 2011-es új munkajogi szabályozásnak igen jelentős szerepe van, és ennek valóban, ahogy Balázs Péter utalt rá, komoly szerepe van ösztönzőként az országból való elvándorlásra. Tehát ha tetszik, ugye a diagnózis elkészült, a műtét sikerült, a beteg meghalt, hiszen az ország valóban egy komoly humán tőke veszteséget szenved. 2-3-4-5 évvel ezelőttig azt lehetett mondani, hogy a magyar munkaerő nagyjából annyira immobil, mint a cseh. Tehát a várakozásokban mindig megvolt, hogyha vannak is problémák, azért ennek jelentős része megoldható, és majd jön egy jobb politika. Azt gondolom, hogy ezzel az illúzióval nagyon sokan fölhagytak, és ez is motiválja a jelentős elvándorlást. A másik ilyen problémában, ahol volt egy komoly megoldatlan helyzet, és született rá egy nagyon rossz megoldás, az a nyugdíjrendszer. A nyugdíjrendszer 90-es évekbeli reformja egy olyan modellre épült, amely létezett egy távoli földrészen, ugyanakkor Magyarországon nem úgy vezették be, ahogy az Chilében, mint tudjuk, létezett. Ebben a külső ösztönzésnek elsősorban a világban igen jelentős szerepe volt, hogy a kötelező magánnyugdíj rendszere létrejött, ám de anélkül, hogy új források kerültek volna a kötelező magánnyugdíj pillérbe, hiszen tudjuk, hogy a források egy részének átcsatornázásához jött létre a magánnyugdíj pillér. Tehát keletkezett egy fedezeti probléma, ami nem állt kapcsolatban azokkal a nyugdíj várakozásokkal, amely az aktív korosztályban megvolt, és nem volt kellően szabályozva, hogy az a közvetítő rendszer, amely ezt az új nyugdíjpillért kezel, hivatott, milyen költségekkel működik, és hogyan osztanak meg a lehetséges befektetési hasznok a különböző szereplők között. Tehát előbb-utóbb valamit kezdeni kellett volna ezzel a rendszerrel, de az, hogy ugye a magánnyugdíj rendszert tulajdonképpen beszántották és felszámolták, ez nem más, mint a kisbabának a fürdővízzel való kiöntése. Amikor a rendszer ki kellett volna tisztítani, aminek sokféle módja van, akár például úgy, hogy egy erősebb reguláció érvényesül, vagy lehet önkéntessé változtatni a már meglevő megtakarításokat. De lényeg az, hogy ebben a formában ehhez a közös problémához, mert ez egy közös probléma a régiónak, ebben a formában így senki nem jött hozzá, mindenki próbált kiigazítást végrehajtani a nyugdíjrendszerén ebben a régióban, aztán ez nem is kérdés, de ebben a formában így, ha tetszik, leszámolni ugye ezzel az öngondoskodást elindító pillérrel, azt gondolom, hogy nem volt. Folytatnám egy harmadik példával, ugye szintén pénzügyi természetű, ez a devizahitelek és a bankrendszer problematikája. Tudjuk jól, hogy ez a probléma éveken keresztül halmozódott. Tudjuk jól, hogy egy nagyon súlyos sebezhetőséget építette a magyar pénzügyi rendszerben, és általában véve a gazdasági rendszerben, hiszen nem mérte föl, hogy kicsoda az, ugye nehéz megállapítani, de alapvetően ugye volt Magyarországon pénzügyi felügyelet, ez azt mondja, hogy a pénzügyi felügyelet nem mérte föl jól az ezzel járó kockázatokat. Tulajdonképpen kapcsolódott ugye ez a devizával való eladósodási folyamat ahhoz, ami a saját önálló tulajdonú lakás modelljének a kiterjesztésének honosítása, tehát ha tetszik egy hamis polgárosodás, amely olyan pénzügyi alapokra épül, amely pénzügyi alapokat a gazdaság, a társadalom, a bankrendszer nem tud
valójában elviselni. Ezt a folyamatot ugye a nagy pénzügyi válság alaposan oldalba kapta, tehát valamit kellett kezdeni természetesen ezzel. Azt gondolom, hogy az is utólag nyilvánvaló kell, hogy legyen, hogy itt a keletkezett költségeknek egy jelentős részét valóban a bankrendszernek is kellett viselnie. Tehát nem lehet ugye egy oldalon egyik vagy másik oldalra tolni a költségeket, hogyha egy ilyen hatalmas probléma halmaz előáll, ahol tulajdonképpen még minden adósságválság válság esetében a felelőtlen hitelfelvétel, de a felelőtlen hitelnyújtás is az okok között megjelenik. Ugyanakkor, mint látjuk, ez a megoldás idézőjelben ugye olyanképpen történt, hogy ennek a szociális hatásai mondjuk úgy perverz módon lettek elosztva, hiszen a magasabb jövedelműek kerültek erősebb helyzetben a devizahitelek visszafizetésénél, és nagyon sokaknak viszont ugye hosszú időre ki lett tolva a rövid távú enyhítés fejében ezzel a probléma. Tehát megint csak arról az, hogy létezett egy probléma, de született egy olyan, ha tetszik, brutális megoldás, amely sem a társadalom széles köreinek, sem pedig a bankrendszernek nem tett jót, tehát ugye segítségül kellett hívni tavaly már az EBRD-t annak érdekében, hogy újra működőképessé lehessen tenni a magyar bankrendszert. Negyedik példán a monetáris politika és az euró. Az euróval ez a kis könyv 5 évvel ezelőtt valamennyit foglalkozott, és ugye azt állítottam, hogy nagyon sok hamis várakozás és hamis feltételezés él az egységes valuta bevezetésével, átvételével kapcsolatban. Amit most szeretnék állítani az az, hogy ugye a 2010-et megelőző időszakban nagyjából 10 évnyi inkonzisztencia állt mögöttünk. Tehát a probléma nem az, hogy nincs most euró Magyarországon, mert Csehországban sincs, Lengyelországban sincs. De a probléma az, hogy hosszú időn keresztül egy nagyon inkonzisztens helyzet állt elő, amit jellemzően ugye a fiskális és a monetáris politika közötti vita megnemfelelés fűtött, gerjesztett. Ezért az ország nagyon nagy árat fizetett már akkor kamatok formájában, de a későbbiekben is, amikor egy túlerősített, tehát egy túl szigorú monetáris politika által túlerősített forint kénytelen volt nagyon zuhanni a gazdasági válság időszakában. De azt gondolom, hogy maga ez a mesterségesen magasan tartott kamat is probléma volt, amit valljuk be, nem csak Járvány Zsigmond folytatott, hanem a későbbi jegybanki vezetés is ezt követte. Volt tere a kamat csökkentésnek, volt tere annak, hogy egy reálisabb forint árfolyamot megtaláljunk. Igazából ugye az általában említett lengyel és cseh példák azt mutatják, hogy nem baj ugye későbbre halasztani az euró bevezetést, de konzisztensnek kell lenni. Azt gondolom, hogy a konzisztencia az más formában hiányzik ma, mint korábban, de most is tulajdonképpen hiányzik. Az ország hitelminősítése nem itt lenne, hogyha az lenne a kép, hogy ez egy befektetéseket és egyben a gazdasági növekedést támogató pénzügyi politika, ami Magyarországon létezett a probléma, de ami válaszul megszületett, az igazából nem megoldotta, hanem más formában transformálta, más formában újra előállította az inkonzisztenciát. Ötödik és egyben utolsó példán erre az energia árkérdése. Ugye az energia szektor privatizációja, amely legalább az utalás elején szerepel a könyvemben, ugye lényegében egy olyan folyamat volt, ahol a kulcs döntések ugye egy komoly pénzügyi nyomás alatt az adósság súlyát érző kormány asztalán születtek meg, és ugye lényegében ugye egy magánmonopólium rendszerét egy privát szektorbeli oligopolista rendszerré alakított át, amelynek a működésénél kulcskérdés, hogy hogyan működik a szabályozás. Hogy a szabályozás ugye milyen értékek alapján, milyen értékek védelmében
működik. Van-e egyensúly? Ugye úgymond a profit szempontok, illetőleg a szociális szempontok között. Mert hogy szociális szempontok is vannak, legyen szó akár foglalkoztatásról, vagy az energia árról. Az energia ár, különösen háztartási energia ára nagyon sok országban egy olyan tényező, amely a szegénység egyik fő komponense, az energia szegénységről ezért beszélnek sok helyet, Bulgáriától elkezdve egyébként nála magasabb jövedelmű fejlettebb országokban is. Tehát azt mondom, hogy itt is létezett egy probléma, ezzel valamivel valamit kellett volna kezdeni, ugyanakkor az a irány, amely felé elindult a kormányzat, ugye nem egy konstruktív modell, hanem túlzottan ugye az adhok beavatkozásokra épül, és a szociális szempontok érvényesítését is lehetne másképpen folytatni, mint jelenleg. Tehát ezekkel a példákkal próbáltam rávítani arra, hogy ugye, amikor Magyarország illogas volt, vagy annak tekintettünk, azt az időszakot is ugye kritikusan kell áttekinteni, hogyha a 25 évről akarunk véleményt formálni. Sok esetben a mai anomáliák egyfajta kifejletet jelentenek egy hosszabb folyamat végén. Persze nagyon sok olyan anomália van ma is, amelynek semmi köze a korábbi ellentmondásokhoz, vagy egyensúlytalanságokhoz, vagy szőnyeg alá söpört ügyekhez. Azt gondolom, hogy például ugye az EU-s források használata terén keletkezett időnkénti zűrzavar, amely ugye nem egy időszakban kockáztatta a forrásvesztést az elmúlt években. Ugye ez egy teljesen új elem, ezt nem lehet ráfogni a korábbi időszakra. Az adórendszer, ugye, amely elindult a sör alátét koncepciótól, és eljutott ugye egy teljesen haotikus, nehezen követhető világba, amely sok ponton ugye mindig felveti az EU joggal való ütközés kockázatát is, megint csak egy saját gyártmány, és valószínűleg lehetne folytatni még ezt a sor. Három záró megjegyzés. Az egyik az, hogy a magyar modellt szerintem lehet keresni, ugye a különféle országok nem egyformák, nagyon sokszínű az Európai Unió és általában véve a nagyvilág, de igazából ugye a magyar modellt akkor érdemes keresni, hogyha ezt megpróbáljuk a létező jogmodellekből fölépíteni. Tehát olyan mintákat veszünk át, amelyek jól működnek máshol, és azokat próbáljuk meggyőzni a hazai talajon. Nyilván azon ezen a területen a hiányérzetünk elég komoly, ez nem így fogjuk most Magyarországon. Ugyanakkor hozzátenném, hogy a magyar sztori egyértelműen sokkal keserűbb, mint általában a régiós átlag. Rengeteg olyan felmérés létezik, amely a magyar társadalom hangulatát, véleményét, benyomásait összegzi és összehasonlítja más országokkal. Ez igazából a magyar tapasztalat és hangulat nem feltétlenül esik egybe a régió átlaggal, sem az átmenet tekintetében, sem pedig az uniós csatlakozás tekintetében. Úgy tűnik, hogy Magyarországon a társadalom kritikusabb, azért nagyobb várakozásai voltak, mint ahova eljutottunk, nagyobb a szakadék a ténylegesen megtapasztalt folyamatok és az előzetes elvárások között, mint esetleg mondjuk a szlovákok azt, hogy kevesebbet vártak, de ugyanakkor az elmúlt 10 évben egy tényleg dinamikus gazdasági fejlődést éltek meg, amit persze jobban ki lehetne egyensúlyozni az országon belül, de ezen nekik kell dolgozniuk. Harmadrészt azt gondolom, hogy azon lehetne mégis kell is gondolkodni, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás, integráció miért nem tudott egy érdemi korrekciója lenni a 90-es évek folyamatainak, hiszen az Európai Unió az egy szociális piacgazdasági modell, jelentős fejlesztési támogatásokkal, újraelosztással, kölcsönös tanulási lehetőségekkel. Tehát valószínűleg, hogyha itt a korábbi eltérés, még az új anomáliák után keresnénk a föllendülés lehetőségét, akkor valószínűleg ebben az irányba kellene. Köszönöm szépen.
olvasna valahol, hogy élete a kiadás pillanatában kezdődik, és meg lehet abban a pillanatban be is fejeződik. Ezzel a sorozattal ez nem történt, és köszönet érte a kezdeményezőknek, a gazdáknak, akik ezt követték. Egy gondolattal szeretném kezdeni a mondandómat, és felolvasom. Olyan világban élünk, ahol semmi sem kötött, ahol minden cseppfolyós és változó. Minden héten vadonatúj tervek születnek arról, hogy miképpen szervezzük meg a gazdaságot, hogyan irányítsuk az egészségügyi ellátást, miként alakítsuk át a felsőoktatást. Magyarország az önkritikátlan gondolkodás orgiáinak időszakát éli. Nem napjainkról van szó, legalábbis az írók akkori szándéka szerint, Szerényi Iván, Kondrát György, 1992. De nekem mégis déjà vu érzésem van, hogy ez a sorozat így ül a mai állapotban is. A kérdésre, amit feltett elnökünk, én a választ úgy adnám meg, hogyha cseppfolyós ez a világ, akkor ezt értelmezni kell a könyv címére, a gazdaságra is, a gazdasági teljesítményekre és a társadalmi várakozásokra is. A cím már maga sejtetni kívánta, hogy konfrontáció van a kettő között, és hát a 20 év után a 25 év ezt tovább erősítette. A könyvből én nagyon sok mindent vállalok, de önkritikával, mert sok mindent érdesebben kellett volna megfogalmazni ahhoz, hogy megértsék ennek a komolyságát. Nem olyan időkben élünk, amikor cizellált mondatokkal célba lehet érni. A másik, ami az önkritikához tartozik, hogy többet foglalkoznék az átalakulás társadalmi gazdasági következményeivel, az egyenlőtlenséggel, mert úgy tűnik, hogy a növekvés ára az egyenlőtlenségek szélesedése volt. És ez egy óriási probléma, ami a mögöttünk hagyott 5 évben, pedig aztán még markánsabban megjelenik. Hát, olyan időbe kerültünk az 5 évben, és ezért is választom külön az előző 20-tól, hogy az állammodellek különféle válfajai van, hát egymást változtatták az elképzelések, hát megértük a szociális piacgazdaság gondolatát, ezt hirdettük, mondottuk, aztán a jelző nélküli piacgazdaságot, amikor a nulla szolgáltatás, nulla díjú szolgáltatásoknak ára lett, az árak változtak, emelkedtek jelentős inflációval, aztán megismertük az államkapitalista formációt, és napjainkban pedig találkozhattunk az illiberalista állam fogalmával. Itt még egy kis köd található, ennek a kibontása majd vitákat fog követelni. Én néhány dolgot azért megemlítenék, a jogbiztonság kiütéses vereségét, a mindent átfogó centralizációt, a tisztázatlan unorthodox gazdaságpolitikának a lényegét, mert ez komoly feszültségforrás lesz a későbbiekben. Nemzetközi versenyképességünk folyamatosan, de utóbbi évben drámaian zuhant. És nem szembesülünk ezzel, nem értjük sokszor szakmai viták keretében sem, de szerintem a közvélemény előtt pedig nem is ismer. Csak példát mondanám, hogy az ezredfordulón
2028. helyen álltunk a világ akkori ranglistájában. 2010-ben az 52. helyre kerültünk, és a 2013-as World Economic Forum rangsora szerint a 63. helyen vagyunk, és amennyire ismerjük a 2014-15-ös adatokat, még további hátramozdulásnak van esélye, veszélye. A versenyképesség mellett egy másik problémát szeretnék említeni, ami visszatérő gond, vitatárgy, és gyakran hallani azt, hogy nem kell mindenáron a növekedést fetisizálni. Ezt lehet mondani úgy globálisan, általában, de Magyarország esetében több mint hiba, hiszen növekedés nélkül nincs felzárkózás. Márpedig felzárkózásra szükség lenne a versenyképesség javítása érdekében is, de szükség lenne ahhoz is, hogy az EU-28 ország átlagában közeledjünk a 90%-hoz. Ugye 2010-11 fordulóján első számú vezetőnk meghirdette, hogy az euró akkor lesz esedékes Magyarországon, az EU átlag 90%-át elérjük, átszámítva ez Ausztria 70%-ának felel meg. De hát a mögöttünk hagyott időszak alatt elég lassú léptekkel a 62. helyről, vagy az EU átlagot 100%-nak tekintve a 62%-ról 66%-ra jutottunk előre. Ezt most a 10 éves jubileum kapcsán emlegettük. A 10 év kellett 4 pozíció előrelépéséhez, és a hátra lévő 24-et akarjuk teljesíteni, tessék kiszámolni, hogy hányszor 10 évre van szüksége. Lehet-e, szabad-e ilyen hosszú távlatban euró nélkül egy integráción belül gondolkodnunk? Én azt mondom, és vitaként felvetem, hogy az euróra való áttéréssel foglalkozni kell, mert nem igaz, hogy a monetáris unió létezhet egy fiskális unió nélkül, és hát az együttműködés mélyítése nélkül. A mögöttünk hagyott időszaknak sajnálatos hozománya is volt, amit az utóbbi 5 év viszont fölpörgetett, és ehhez kaptunk egy eszmei segítséget, az Európa 2020 programot, amit 2010-ben indítottak el. Most vagyunk a félidős értékelésnél, és még 5 évünk van az ott tett vállalások teljesítésére. Hát az EU 2020 programnak különféle céljai, feladatai vannak, amit itt most nincs mód részletezni, de mindenkinek ajánlom figyelmébe, mert az ottani vállalások Magyarország számára nem nemzeti áldozatot, hanem nemzeti érdeket jelentőek. Tehát elemi érdekünk, hogy a vállalásaink teljesüljenek. Tehát az egyik nagy probléma például, amit ma láthatóan már nem tudunk teljesíteni, Ferge Zsuzsa jó lenne ehhez, a szegénység küszöb alatt állók számának a csökkentése legalább 20%-kal, a szegénységben és a társadalmi kirekesztettségben élők számának a csökkentése 20%-kal. A nagyon alacsony, tehát egy főt foglalkoztató háztartásokban élők számának a csökkentése, a súlyos anyagi nélkülözésben élők számának a csökkentése. Tudom, a mutatók között vannak átfedések, mégis azért közel 4 millió ember az, amely olyan halmozott hátrányos helyzetben áll, ez már több mint egyharmados arány, akikről a szolidaritás jegyében gondoskodni kellene, de egy másik harmad a magyar társadalomban nincs abban a helyzetben jövedelme révén, hogy ezt a szolidaritást vállalja,
és hát a hierarchia csúcsán lévők pedig a szolidaritás eszméjét sem igazán fogadják el, és nem is igazán gyakorolják, kivéve a futballt, vagy pedig előkelő társágban történő szotyorázást. A mögöttünk hagyott időszak egyik terméke, Andor Laci úgy említette, ez az adóreformnak nevezett, mint volt adós, kikérem magamnak ezt a szóhasználatot, adóreform, ez egy zűrzavar keletkeztetése a közterviselésben. Hát egyrészt azzal, hogy 45 adónemről 69 adónemre emelkedett a jogcímek száma. Ebből egy jogcím a termékadó, 18 féle termékadót kell fizetni, és ezek mind-mind adminisztrációs terhekkel járnak az adófizetőknek, de közben az adóteher növekedésével is járnak, abszolút és relatív értelemben egyrészt többet kell fizetni, csak nem jövedelemadó formájában, hanem fogyasztásnak a markánsabb adóztatásával, de mind a kettőt a fizetőképes keresletet csökkenti. És hát a másik oldalt nézve, miközben az adóteher emelkedik, rohamos ütemben szűkül a közszolgáltatásoknak a mennyisége és színvonala, amit piacon kell megvásárolni, hogy a kívánt hatást elérjük. Ez a kettős hatás egyidejűleg jelenik meg a 2010 óta bekövetkezett változásokban, és erről sokkal többet kell írni, és az egykulcsos SZIA bevezetéséről is. Erről a politika időnként megszólal ellenzék hangján is, de mindig csak egy elemet emelnek ki, ez a jövedelem arányos adófizetésnek az elve, miközben Adam Smith óta tudjuk, hogy itt nem csak jövedelem arányos fizetési kötelezettség van, hanem haszonelvűség is. A 2011-es adóreformmal úgy emelték meg 130 milliárddal az alacsony jövedelmek az adóterét egyik pillanatról a másikra, hogy a másik oldalon 500 milliárdot hagytak a magas jövedelmeknek a zsebébe. A kettőnek a különbözete a költségvetésnek a hiánya, amit természetesen pótolnak az úgynevezett külön adók formájában, ami viszont a versenyképességet nem segíti, pedig erre a versenyképesség javítására óriási szükségünk lenne. A 5 év terméke megint persze egy hozománynak a folytatásaként az országon belüli regionális különbségeknek a drámai növekedése. Tudom, regionális tudat nagyon kevés emberben van, de hát a európai csatlakozásunk a régiók Európáját is jelenti. A 2013-as adatok alapján Európa 20 legjobb régiója között egyetlen egy magyar régió nem található, de ott található Pozsony és környéke, természetesen a versenytársak közül. Európa 265 régiója között, a 20 leggyengébben teljesítő régiója között 4 magyarországi régió található, és az ország déli, keleti és északi fele. És még ennél is súlyosabb probléma, hogy a régiókon belül sokkal nagyobb különbség van, mint a régiók között. Végeztünk kutatást Észak-Magyarországon, és drámaiak a megjelenési különbségek, mindazon mutatók, amiről Andor Laci is szólt, és hát ezek olyan távlatos hatásúak, amelyek előbb-utóbb egy töréspontoz, vagy rokonásponthoz vezetnek, ha nem tudjuk ezt kezelni. A Európa 2020 program, mint említettem, nagyon sok helyes célt fogalmaz meg. Az állapotolatok között néhányat szeretnék ebből kiemelni. Az egyik a kutatás fejlesztésnek a szerepe. Európa
a Lisszaboni program meghosszabbításaként a GDP 3%-os kutatás fejlesztését tűzte célul. Magyarország az 1,91%-at tűzte célul. 1,41%-on állunk jelenleg. De hát ez nem csak ráfordítás növekedést fog követelni, hanem a kutatók számának a felfuttatását is. Ez a legjobb úton haladunk a felsőoktatás leépítésével. Köszönöm szépen! Egy vállalásunk a iskolai lemorzsolódás arányának 10% alá csökkentése. Ezt vállaltuk, szinten is tartjuk magunkat, sőt, ha lehet, ezt túl is teljesítjük, nem lefelé, fölfelé. Kutatásfejlesztés fontossága. Nincs versenyképes ország, versenyképes vállalkozások nélkül. Nincs versenyképes vállalkozás, versenyképes termékek nélkül. És nincs versenyképes termék a termékben rejlő tudástartalom növelése nélkül. És nincs tudástartalom növekedés kutatás, fejlesztés nélkül. Ehhez kell a felsőoktatás. Az Európai Unió a felsőoktatásban 40%-os szintet vállal 2020-ra a 30-34 éves korosztály keretében. Magyarország vállalkozása ezen a területen 31,1%. Jelenleg 32% fölött vagyunk egy kicsivel. Nem előre megyünk, hanem visszafelé. Egyszerűen föl kell tenni a kérdést, hogyan leszünk versenyképesek a velünk azonos utat bejárt országokkal, miközben mindegyik felvállalja a felsőoktatási végzettséggel rendelkező 40%-os arányának a teljesítését, Magyarország pedig kimarad ebből a körből. Kimarad ebből, meg tartok az európai sárga könyvből is. Szóval egészében véve az 5 évnek olyan sajátosságai vannak, amivel nagyon komolyan kell foglalkozni. Én szeretném is egy külön könyvben ezt most összegezni, amit egy hosszabb kutatómunka eredményeként sikerült feldolgozni. És ehhez egy motivum lesz, napjaink rohanó világában, ahhoz is rohanni kell, hogy helyben maradjunk. Köszönöm. Szerzőink jött az ítélet pillanata, vagyis van egy kritikusunk, akit előre feltettünk, hogy neki előadókat, és nem próbálja érteni jogófizni velük, hanem határozott állat önálló koncepcióját is fejtse ki, és együtt tartunk természetesen reagáljuk. Gábor, köszönöm szépen! Köszönöm a lehetőséget és a felkérést, tehát igyekszek majd a kérdéseket, illetve kritikai meglátásokat is majd megfogalmazni, bár kicsit azért ez nem olyan egyszerű. De talán előtte azzal kezdeném, hogy egy-két pontba kiemelnék egy-két közös területet, amivel szerintem érdemes foglalkozni. Tehát talán egy kicsit még távolabbról kezdve az 5 plusz megelőző 20 év problematikájáról is mondanék néhány szót. Ugye én életem egy részében egy nemzetközi kutatásba vagyok bekapcsolódva, aminek a kutatás vezetője az kelet-európai kapitalizmus változatokat kutatott gyakorlatilag egy évtizeden keresztül, korábbi témavezetőm, és sokáig tervezte, hogy írjon egy könyvet ezekről a kelet-európai kapitalizmus változatokról, és ebben a történetben Magyarország lett volna a pozitív főhős, főszereplő, és hát a 2000-es évek második felében nagyon nyomasztotta, hogy nincs ideje megírni ezt a könyvet, nincs ideje megírni, pedig egy csomó anyag felhalmozódott, ami azt mutatja, hogy hát mi mennyire sikeresek és jó értelemben vagyunk, és hát most az elmúlt pár évben, amikor beszélgetünk, most már azt mondja, hogy hát borzasztóan boldog, hogy nem volt ideje megírni ezt a könyvet, mert hogy úgy látszik, hogy a világ az feje tetejére, legalábbis itt Magyarországon. Kétségtelen, hogy ez az elmúlt 5 év, ez nagyon sok problémát kiélezett,
azok közül a problémák közül, amelyek az azt megelőző 20 évben is ugyanakkor kétségtelenül jelen voltak. És hát többen megfogalmaztátok azt, hogy ezekre a problémákra kellett volna válaszokkal rendelkezni, már 2010 előtt is gazdaságpolitikai válaszokkal rendelkezni, és hát ami az elmúlt 5 évben történt, az kétségtelenül az, hogy egy sor létező, vagy sok esetben nem is létező problémára megszületett egészen félrevezető, és egészen öngyilkos, és egészen zsákutcába vezető válasz. Nagyon sok mutató területén romlott a helyzet, nem is akarom ezekkel itt magunkat mutatni, ezt megelőző 20 évhez képest, nem lehet egyszerűen egy lapon említeni a két korszakot. Ami nekem új volt, és szintén ez a kutatáshoz kapcsolódik, hogy nézegettem egészséggel kapcsolatos adatokat, és néztem az alkoholizmus alakulását Magyarországon, és 2012 óta újra emelkedik az alkoholisták, az alkoholizmus aránya Magyarországon, ami szerintem elég jól mutatja azt, hogy milyen állapotban van a magyar társadalom. Tudjuk jól, hogy az alkoholizmus mögött egy nagyon jelentős magyarázó tényező a gazdasági állapot, a stressz helyzet, a munkanélküliség. És hát ez a kiszolgáltatottság élmény, azt gondolom, hogy növekszik a magyar gazdaságban, és minden bizonnyal ez közrejátszik ennek a mutatónak a romlásában. De hát ahogy mondtam, előtte sem volt minden kétséget kizárólag rózsás a helyzet, és hogyha megnézzük azokat a témákat, amelyeket szerintem elemezni kell, és amelyekre válaszokkal kell rendelkeznünk, akkor azért a három könyvből kiemelkedik néhány olyan téma, amiben biztos, hogy főleg baloldalnak számot kell adni arról, hogy mi történt és hogyan lehetne jobban csinálni. Az egyik ilyen téma az a gazdaság borítása volt. Ez több könyvben is felmerült problémaként. Érdekes ugye az is, hogy a 2000-es évek első feléig ez a téma, ez ezoterikus témának számított, nem nagyon foglalkoztak ezzel, főleg progresszív vagy baloldali körökben nem nagyon adresszáltuk ezt a témát. Ugyanakkor már világossá vált, hogy a gazdaság ketté szakítottságának a megoldása, vagy ennek tompítása nélkül nagyon nehéz lesz a magyar gazdasági fejlődési pályára állítani, és ez több könyvben egészen egyértelműen kiderült, és itt kétségtelen az Orientsnek a tanulmánya, talán még sokan emlékeznek, 2008-ban az egyik ilyen első tanulmány volt, ami ezügyben egy jelentős előrelépés volt már, ami beemelte ezt a témát a nyilvános diskurzusba. Emlékszem arra a számra, hogy a 3,6-szoros volt ott az a termelékenységi mutató különbség a külföld és a magyar vállalatok között, amivel Magyarország egészen kilóg még a régiós országokból is. Tehát van egy viszonylag jól működő multinacionális szektor, és nem tudott ez érdemben beágyazódni a magyar gazdaságban. Nyilván ágazatonként, cégenként eltérő a helyzet, de ennek a működő tőkének a jelenlétét nem tudta a magyar gazdaság kiaknázni kellőképpen, és a magyar gazdaság politikának pedig azt gondolom, hogy nem volt rá megfelelő eszköztára, hogy elérje azt, hogy ezek az itt lévő multinacionális vállalatok valóban beágyazódjanak a magyar gazdaságba, itt új célokat hozzanak létre, azt a rendelkezésük álló tudást, azt szétterítsék a magyar gazdaságban, és gazdasági lehetőségeket kínáljanak. Ez földrajzilag is egészen jól tetten érte, nyilvánvalóan a magyar gazdaság. Egy következő probléma, nem nagyon kell sokat ragozni, szintén a foglalkoztatottság a kérdése, amiben egészen drámai a helyzet a mai napig, és amiben drámai Magyarország helyzete, és amivel kilógunk szintén a környező országokból, és ami azt mutatja, hogy az elmúlt 20 év, illetve gyakorlatilag az elmúlt 25 év fejlődési modellje nem tudott igazi, valódi olyan gazdasági növekedést meghonosítani Magyarországon, ami a foglalkoztatottság érdemi bővülésével járt volna. Nagy érdeklődésre olvastam azokat a táblázatokat Piti Zoltán könyvén, amelyek a személyi jellegű ráfordításoknak a cégek költség hányadából alakulásáról szóltak. Ugye gazdaságpolitikai viták között nagyon gyakori, hogy a magyar bérekre rakódó terhek ugye azok viszonylag magasak kétségtelenül, és hogy a bérköltség az egy verseny hátránya a magyar gazdaságnak. Ugyanakkor meg azt is részben a bőrünkön érezzük, részben meg azért tudjuk, hogy
látjuk az országban, hogy a bérek pedig mégiscsak alacsonyak. És hogyha megnézzük az elmúlt 20 évben, hogy mi történt, azt látjuk, hogy a személyi jellegű ráfordítások a teljes költségen belül ezek folyamatosan csökkentek a cégeknél. Szerintem ez egy nagyon fontos adat, mint ahogy az is egy fontos adat, hogy a teljes nemzetgazdasági megtermelt jövedelmen belül a béreknek az aránya az is gyakorlatilag egy folyamatosan csökkenő tendenciát mutatott, illetve a 2000-es évek elejének egy rövid növekedése nem tudta ellentételezni azt a 20 éves vagy 20 éves csökkenést, ami ezen a területen megfigyelhető volt a teljes tortán belül. A megtermelt profithoz képest a béreknek a hányada az csökkent. Ez azt eredményezi, hogy Magyarországon az egyik legalacsonyabb a nettó hazavitt jövedelem az egész OECD-t tekintve, hogyha az egyedül álló keresőket nézzük, egy friss OECD statisztikára emlékszem, hogy csak Mexikó teljesít nálunk rosszabbul. Szerintem egy egészen brutális mutató, és megint nem egy olyan mutatóról beszélünk, ami jelentősen romlott az elmúlt 5 évben, de azt megelőző 20 év tendenciája sem azt mutatja, hogy kellő gyors lett volna a béreknek a felzárkózása, és ez pedig azt eredményezi, hogy nem tud kialakulni egy erős középosztály Magyarországon, ezt pedig pontosan jól tudjuk, hogy hát a demokrácia konszolidálása is nagyon nehéz akkor, hogyha az emberek jelentős részének az az élménye, hogy anyagi értelemben kiszolgáltatottak, és a középosztály nem meg tudta megerősödni, alulról nem nyitott, csak kipotyogni le egy gyakorlatilag lefelé nyitott a középosztály. Egy nagyon érdekes, szintén Pitti Zoltánnál olvastam azt a költségvetési mozgástérre vonatkozó táblát, és majd ezzel kapcsolatban lesz is kérdésem, de egy nagyon lényeges kérdés, hogy a magyar költségvetési politika az mennyivel járult hozzá ahhoz a fejlesztés politikai zsákutcához, amivel bekerültünk gyakorlatilag a 2000-es évek második felére. És itt azt kell, hogy kiemeljem itt a két könyvből, amivel az Andor László könyvében is, Pitti Zoltán könyvében is, amivel egyet tudok érteni, hogy az egy túlzott leegyszerűsítése a helyzetnek, hogyha azt mondjuk, hogy a költségvetési alkoholizmus az gyakorlatilag a legfőbb okozója a magyar gazdaság bajának. Nem lehet egy olyan társadalommal, ahol látjuk, hogy milyenek a szociális mutatók, milyen a gazdaság egyenlőtlensége, milyen a foglalkoztatottsági adatok, azt gondolni, hogy kizárólag a valóban problémás költségvetési hiány mutató az önmagában magyarázná a magyar gazdaságnak a sérülékenységét olyannyira, hogy a 2000-es évek második felében a válság előtt a magyar költségvetési hiánya az ugye folyamatosan csökkent, és hát azok az országok buktak a legjobbat, ahol pedig egészen konszolidált volt a költségvetés a pénzügyi válság során Európában. Tehát kétségtelen, hogy más területekre is néznünk kell, és ez megint egy olyan téma, ahol a progresszív, szociálisan érzékeny, liberális gazdaságpolitikának azt gondolom, hogy van bőségesen házi feladata, mert a fiskális alkoholizmustól való rettegés egyik oldalon, a másik oldalon pedig a 13. havi nyugdíjnak a politikája. A kettő között kellene találni valamilyen olyan megoldást, ami azt gondolom, hogy megkerülhetetlen ahhoz, hogy előre tudjon lépni az ország. És sajnos most keveset tudtunk itt beszélni, egy szerintem szintén kiemelkedő jelentőségű terület a lakáspolitikának a kérdése, ahol szintén azt láttuk, hogy a rendszeres után gyakorlatilag leépült a közösségi lakáspolitika, és az emberek döntő részben magukra maradtak a lakásügyek megoldásában. Ez aztán erre a Fidesz elkezdett egy egészen rossz választ adni, ugye az ismert lakástámogatási politikában, de ez a mai napig egy megoldatlan probléma. Önkormányzati közösségi lakásszektor nélkül nagyon nehéz, jól működő és inkluzív növekedést produkáló piacgazdaságot. Én számomra ezek voltak a legfontosabb témák, és azt gondolom, hogy ezek olyan témák, amelyeket elemezni kell, és amelyekre nekünk válaszokkal is kell rendelkeznünk, hogy mit tennénk. És ennek a válasznak nem csak abból kell kiindulnia, hogy mi történt az elmúlt 5 évben, azt is elemeznünk kell. Kétségtelen, hogy gyakorlatilag egy létező probléma felismerésre egy teljesen destruktív választ tudott adni a kormány nagyon sok gazdasági kérdésben, és a politikai gazdasági modellje pedig azt eredményezte, vagy hát az a központja ennek, hogy
nemzeti nagytőkének hazudják, de tulajdonképpen ezek a haveri oligarchákat jelentik. A haveri oligarchák kiszolgálására, a velük való összefonódásra épül a gazdaság fejlesztésének a magja, és ez alatt a nemzeti oligarcha léteg alatt pedig ott van egy olyan felső középosztály, amelyeket Orbán Viktor kormánya megpróbál kedvezményezni, ugye az egy kulcsos adóval vagy számos más gazdaságpolitikai döntéssel, és a középosztály alsó részét és a középosztály alatti társadalmi rétegeket pedig gyakorlatilag igyekszik távol tartani, és amennyire lehet a politikától is távol tartani, és erre kísérlet történt, hogy intézményesítsék is ezt a politikai értelemben vett szegregációt. Ugye ott látszik, hogy feszültség van, ezt nyilvánvalóan ők is érzékelik, erre nem valós válaszuk, társadalmi gazdaságpolitikai válaszuk nincsen, hanem megpróbálják ezeknek a rétegeknek legalábbis a politikai passzivitását fenntartani, de a választási regisztráció bevezetése az nem kis részben szólt volna arról, hogy ezeknek a problémás rétegeknek a politikai érdekérvényesítő képességét azt korlátozza a kormány. Hát ez történt politikai-gazdasági értelemben válaszkísérletként, és szerintem ez egy fontos elem az politikai szegregáció ennek a válaszkísérletnek, és ebből kiindulva kell nekünk tudni elemezni az elmúlt 20 évet, és egy progresszív gazdaságpolitikát lerakni az asztalra, amivel szerintem az ellenzék a mai napig adós, és adósak azok a gazdasági elemzők, akik hozzá tudnak járulni egy ilyen folyamathoz. És tulajdonképpen a könyveket olvasva kritikákat kevésbé is tudnék megfogalmazni. Amit én viszont egyértelműen éreztem, hogy hiány érzett volt gyakorlatilag mindhárom könyv esetében, ez pedig az, hogy, és nem akarok természetesen igazságtalan lenni, mert ez az elmúlt 5 évben aztán még jobban kiéreződött ez a hiány, azt gondolom azt megelőző 5 évvel ezelőtti állapothoz képest, de ez a hiány, ez mindenképpen az arra vonatkozik, hogy hát akkor mit lehetne tenni, hogyan nézne ki az a progresszív gazdaságpolitika, amivel egy szociálisan és környezetileg fenntartható növekedési pályára lehet állítani Magyarországot. Ez nekem hiányzott a könyvemből, és azt gondolom, hogy ha egy elemzéssel vállalkozunk, akkor legalábbis iránymutatás szintjén mindenképpen szerepelnie kellene annak is ezekben a vitairatokban vagy könyvekben, hogy merre lenne akkor előre. És akkor itt minden könyvhöz lenne egy-egy címzett hozzászólásom, hogyha megengedik. Én Balázs Pétertől kérdezném meg azt, nagyon egyetértve azzal, hogy a magyar külpolitikának a nagy pályát kellene pociznia. Ehhez képest azt látjuk, hogy bár Orbán Viktor igyekszik azért nem teljes mértékben kipocizni magát a nyugat-európai szövetségi körből, de mindenképpen a nyugat-európai szövetségi kör ellen politizál. Ehhez képest világos, hogy Magyarországnak a nyugati érték és érdekrendszerben kellene leorgonyoznia magát egyértelműen, és ez kínál a lehetőséget arra, hogy megfogalmazzuk a saját érdekeinket és a reformjavaslatainkat az Európai Unióra vonatkozólag is. De azért az látszik, hogy az Unió szintén nem működik a legjobban, szerintem még a maga EU 20 stratégiájában megfogalmazott célokat sem képes a jelenlegi intézményrendszerben megvalósítani. Mondom, az eurozónával látszódik az, hogy a költségvetési unió hiány nélkül nagyon nehéz egy pénzügyi uniót fenntartani, vagy egy eurozónát fenntartani. Tehát azt kérdezném, hogy ha a nagy pályán fociznánk, akkor milyen lenne az az Európai Uniós jövőkép, amit mi megpróbálnánk érvényesíteni, ami a magyar érdekeket is, és az uniós fenntartható növekedési érdekeket is úgymond szolgálna. Andor Lászlónak a könyvében én nagy élvezettel olvastam azt a kritikai politika történetet, gazdaságpolitika történetet, amely nagyon sok tekintetben egyet tudok érteni, de hiányzott nekem az, hogy hogyan nézne ki az a munkaerőpolitika, és hogyan nézne ki az a fejlesztés politika, ami alternatíváját tudná kínálni ennek az elmúlt 20 évnek. Nyilván egy ilyenre nem lehet egy ilyen vitában kimerítő választ adni, de szerintem legalábbis én számomra ez egy mindenképpen érdekes kérdés, és szerintem a magyar progresszív politika és gazdaságpolitikai gondolkodás számára is ez egy releváns kérdés. Dualitás van, tudjuk, alacsony foglalkoztatottság van, milyen irányban kell cserélni. És Kriti Zoltának a könyvében, nem tudom, hogy aki még nem olvasta, mindenképpen lapozzon bele, van benne nagyon sok érdekes adat, és van benne egy egészen figyelemfelkeltő adatsor,
arról, hogy a magyar költségvetés mozgástere az mennyiben szűkül a különböző illegális, illetve szürke gazdasági tevékenységeknek köszönhetően. És hát az gazdaságpolitikusként, hogyha gondolkodik az ember, de akár csak elemzőként, hogyha gondolkozik, akkor az mindig egy jó helyzet, hogyha felismerjük, hogy hogyan lehet a költségvetést mozgásterét bővíteni. És szerintem abban egyetértünk, hogy lenne, hogy elkölteni azt a rendelkezésre álló többletforrást, humán tőkefejlesztésre és a többi. De hogy valójában azok a számok, amik ott 1000 milliárdos nagyságrendet jóval meghaladják, ugye áfa csalásról írt Pitti Zoltán 2000-ben, ami egy több 1000 milliárdos nagyságrend, a szürke foglalkoztatottságról, a minimálbér felett politikban adott pénzekről, a nem regisztrált vállalkozásoknak a tevékenységéről, a korrupciós költségekről, amelyek olyan költségek, amelyek nem csak a gazdaságban nehezednek rá, de a költségvetést is, költségvetési bevételeket is ugye szűkítik, és beleterelik egy kényszerpályába a magyar költségvetési politikát, és hát hogyha ezeket a területeket, ezeket jobban meg tudnánk fogni, akkor sokkal több pénzt tudnánk költeni oktatásra, kutatás fejlesztésre. Én azt kérdezik Pitti Zoltántól, hogy tartja még azokat a számokat, amiket ott látott, vagy amiket ott felsorolt, és hogy igen, akkor hogyan lehetne valóban a költségvetésnek ezeket az adóbevételekhez hozzá. Nem tartom, nagyon is. Köszönöm szépen. Az a helyzet, hogy most nem engedjük azonnal válaszolni a feltett három kérdésre három szerzőt, mert a közönség nem tud játszani ebben a térben, pedig azért vagyunk együtt, hogy erre módban. Úgyhogy most megkérdezem, hogy ki kíván kérdezni, vagy hozzászólni. Tessék a nekik időt. Üdvözlök mindenkit, Csundeli Péter vagyok, és Adi Endrének van egy írásában egy mondás, hogy kis országnak még lélegzetet vennie is radikálisan kell. Azt hiszem, hogy 2010 óta Magyarország nagyon sokszor próbált radikálisan lélegzetet venni, itt a kormány szinten, és nyilván sokszor ez félrevitt. De olykor viszont azt hiszem ennek a radikális megnyilatkozásoknak, mintha lennének eredményei. Tehát csak a bankadóra gondolunk, és a multikkal szembeni fellépésre, hogy azt hiszem a 2010 óta nagyon sok baloldali témát felemelt a kormány, amit korábban a baloldal, mint egy a történelem vége elfogadása miatt nem tedzegetett, hogy beilleszkedtünk a létező rendszerbe. És sokszor tényleg, hogyha az ember azt látná, hogy osztrák lapokat olvas, itt az Erste és a magyar kormány, meg az Európai Újjáesítési és Fejlesztési Bank megegyezés a végén, hogy végül csak nem az lehet, hogy az Erste kivonul Magyarországról, mert hát mégis fontos nekik ugye a magyar piac, és ezért végül egy előnyös megegyezés köt a kormánnyal. Tehát a sok radikális fellépés között látnak olyat, ami követendő lenne esetleg egy későbbi baloldali vezetésnek, hogyha lesz ilyen. Köszönöm. Köszönöm szépen, tessék parancsolni. Én is vagyok, a kérdéseim a következő. Hol tört meg a magyar gazdasági fejlődésnek a korábban valóban példás dinamikája, illusztrációnak ehhez valószínűleg a magyar és szlovák fejlődés egybevetése a legcélszerűbb. 2000-ben Magyarország még jóval Szlovákia előtt járt, most már jóval Szlovákia mögé csúsztunk. Lehet-e évszámokhoz, kormányokhoz kötni a töréspontokat? Másik kérdés, hogy egy olyan relatív gazdasági helyzetben levő félperifériás országban, mint Magyarország, működhet-e az euró pozitívan, mert hiszen az állandósuló és mindig újra termelődő gazdasági hatékonysági hátrányunkat, versenyképességi hátrányunkat nem nagyon lehet mással ellensúlyozni, legalábbis átmenetileg, mint a rendszeres devalválással. Hát ugye 20 évvel ezelőtt a Bokros Alajos által, nem tudom, hogy kitalált, de legalábbis bevezetett
csúszó leértékelésnek néhány év alatt kétségtelenül nagyon pozitív eredményei lettek. Köszönöm szépen, tessék parancsolni. Bocsánat, megy a vonat. Van akinek a vonata megy, de hát ha nem, akkor van 3 plusz 2 kérdés helye, van az 5. A 3-ban egy meg van címezve valaki számára, de azért ez nem zárjuk ki, hogy más is reagálhasson hozzá. Tehát azt gondolnám, hogy most mindenkinek van egy maximum 5 perces reakciót, a lehetőséget, reakció lehetőséget a feltett kérdésekre. Kérdeni. Izgalmas kérdést is kaptam, és azt gondolom, hogy össze is kapcsolható a radikális lélegzetvétellel az a téma, hogy Magyarország hol keresse az érdekeit. Teljesen evidens, hogy regionális érdekeket lehet azonosítani. Ilyenek a regionális közlekedés érdekei, a regionális energiaellátás. Ezek nem specifikus magyar problémák, ugyanaz a problémák, hogy lógunk a volt szovjet vagy poszt-szovjet csöveket, az, hogy az észak-déli átjárhatósága a régiónak nem biztosított környezetvédelem, elcsépelt iskola példa, de tipikus. Ugyanerre a szomszédokkal való kapcsolat, a további bővítés perspektívái, a határhelyzetünk, hogy itt lépnek be legális és illegális személyek az unió területére. Ez mind olyan probléma, amit egyedül senki nem tud különbözni, se Szlovákia, se Magyarország, se más, hanem itt az összefogás működik. Ez körülbelül a Visegrád plusz képlettel kezdhető, mert annak már van súlya is, ami az unióban. Egy másik fejlettségi színbeli problémák. Ez nagyon távoli partnerekkel is összekapcsolhat. A nettó befizető, nettó kedvezményezett pozíció polarizálják az Európai Uniót, egyáltalán az alapoknak a felhasználhatósága, a munkaerő mozgást, mint a lengyelekkel és románokkal, másokkal összekapcsol minket, a külföldi beruházások, hozás, ezek mind nagyon szépen fölépíthető. Az az érdek, ami eredetben magyar érdek, és utána rádöbbenünk, hogy másoknak is az érdeke, és minél többen, minél erősebben képviseljük, annál jobban fog hatni. És a németekkel és még másokkal is összekapcsolhatnak az unió működésével kapcsolatos érdekeink. Nemrég a CEU-n kiadtunk egy könyvet, a angol nyelven az EU 36, hogy mi lenne, ha 36-tal újra bővülne. Oda én írtam egy fejezetet, ilyen vitriolos tollal az uniós intézmények kritikájára. Tehát az, hogy úgy nézünk ki, mint hogyha egy nagyra nőtt kamasz még mindig extra small kis trikóban járna, mert azt az intézményrendszert viseljük, amit a hatok megalkottak maguknak, és még úgy 12-ig még kifeszíthető volt, de az, hogy a tagállam közvetlen képviselete az egyik fő rendező elve, ez nem működik. Ebből mindenféle torzulások származnak, nincs idő most kifejteni. Na most itt térek át a lélegzetvétel lendületére. A kocsmában a hangerő számít. Valószínűleg a stadionnél lelátón is. A nemzetközi szervezetekben nem a hangerő számít. És nem is a megfogalmazás radikalizmusa számít, ezzel a sajtó előtt lehet talán érdeklődést kelteni olykor, hanem nagyon számít a megvalósíthatóság. Tehát a hülyeséget beszél az a felszólaló, vagy valami olyat, amire azt mondják, hogy ebben van valami. Ez érdekes. Aztán, hogy kinek származhat belőle hasznalicskára az asztal körül, és ennek folyományaként milyen támogatást lehet megszerezni. Csak annak van esélye, bármely nemzetközi szervezetben, az EU egy a sok között. De bárhova nézünk, ez a részben terem, részben folyosói diplomácia, amire rá lehet szervezni egy csapat. És ahol megjelenik egy kritikus tömeg, és azt mondja, hogy igen, ezt meg kéne csinálni. Ez minden közösségben működik. Tehát
de az EU-ban nagyon jó pozíciókban indultunk, mert Magyarországnak sok barátja és szövetségese volt, és ezeket sikerült sorra elveszíteni. Az, hogy nagykövetek cáfoló leveleket írnak, hát ez a legnyomorúságosabb dolog, amit egy diplomata művelhet. Ha már magyarázni kell, akkor nem rosszul. Önmagáért kéne beszélni a politikának és a cselekedeteknek is. Úgyhogy ez a válaszom a radikalizmusra, és csak egy megjegyzést teszek még hozzá, amiket Gábor mondott, szóval megnőtt az agresszivitás Magyarországon, nem csak az alkoholizmus, nagyon sok területen előbb rántanak ki, és előbb esnek ököllel neki egymásnak az emberek. Én azt gondolom, és a bőrömön is érzem, hogy a hazugság is nemzetizál. A tartós és arcátlan hazugság valahol az embert fölidegesíti. Amilyen megnyugtató hatása van az igazság kimondásának, amennyire szeretjük hallani. Végre valaki jó megmondja. Tényleg, de jó mondja igazat. Olyannyira borzolja föl az ember idegeit a hazugság, és neurotizálódott az ország. Az elmúlt 5 évben az egyik jelenség az, hogy nagy mértékben neurotizálódott ez a hányaveti, mindenre fittyet hányó viselkedés. Külföldiek jegyzik meg, hogy már számolják, hogy a piroson még hányan mennek át. Én is számolom, hogy még ketten vagy még hárman mennek át. A teli piroson, nem a rózsaszínen, mert van egy ilyen tüleketős. Aki úgy meg van magával elégedve, meg a helyzetre, meg minden, azt mondja, hogy lesz megint zöld megálló, ezt nem lesz. Úgyhogy nagyon sokat látom az országnak, és ez az erkölcsi devalvázódás, azt hiszem, hogy mély nyomokat. Nagyon megállom. Köszönöm szépen, tessék. A Gábor többször megemlítette a duális gazdaság problematikáját, és azt gondolom, hogy ez valóban a 90-es években is fontos volt, éppen még ma is egy fontos kategória, de nekem eszembe jutatta azt, hogy én még vizsgáztam Petrosz-Kalmánnál világgazdaságtanból, és ahhoz, hogy valaki, és hallgattam az előadásait is, és ahhoz, hogy valaki jó jegyet kapjon Petrosz-Kalmánnál világgazdaságtanból, azt kellett tudni mondani, hogy a duális export szektor defunkt. És aki tudta mondani azt, hogy a duális export szektor defunkt, és én tudtam, még most is tudom, annak volt esélye jó időben. A viccet véletével, ugye sokáig nem defunkt Magyarország a duális export szektor, és valóban ez az egyik fő kérdés. Magyarországon még nem is hozott létre akkor egyensúlytalanságban, mint az általam már korábban említett Szlovákiában, de valóban ugye minden olyan ország, amely keresztül megy egy recesszió, mély recesszió és transformációs válságot, majd pedig a külföldi működőtőke bázisági valósítja újra magát, elkerülhetetlenül szembe kerül ezzel a problematikával, hogy lesz egy viszonylag dinamikusabb zónája Magyarországnak, ez lényegében az Észak-Nyugat és maga Budapest, és lesznek alulfejlett régiói és a kettő között a szakadék, valószínűleg akkor is növekszik, hogyha teszünk valamit ellene. A kérdés az, hogy ugye ami hivatott ennek a belső polarizációnak az enyhítésére, vagy leküzdésére, az Európai Uniós regionális fejlesztési lehetőség, miért nem töltik be ezt a cél, tehát miért nem születnek olyan terve, amelyek hatásvizsgálatok alapján az érintettek bevonásával, előremutató módon, az európai tisztviselőkkel megegyezve, ugye kezelni ezeket a problémákat és arra használnak az alapotanokat. Nyilván, ha mindez a sok feltétel, amely között azért mindegy problémás, amit én most említettem, jelen időszakban, ha mindegyik rendelkezésre állna, akkor is csak egy hosszú idő alatt segítene kiterjeszteni ezeket a fejlődő zónákat. Ugyanakkor nem csak a belső egyensúlytalanság kérdés, nyilvánvalóan, hanem az is, hogy a nyugati cégek, nyugati gazdasági kapcsolatok
megtelepedése, elmélyülése, kiterjedése, ez hordozza-e ugyanazt a gazdasági kultúrát is, amely az anyaországokból jön. Magyarul, ha ide jön egy svéd vállalat, akkor vajon azok a ipari kapcsolatok, azok a üzemi részvételi viszonyok alakulnak neki. Ha ide jön egy német vállalat, lesz-e szociálpartnerság, vagy valami ahhoz hasonló a Magyarországon is. Na most, ugye ezt, ha tetszik, a minőségi oldala az enklávi export szektornak, ez az, ami azt gondolom, hogy szintén hiányzik, de ezen lehetne dolgozni. Valószínűleg nem is, tehát ma már szerintem nem ez a legnagyobb probléma Magyarországon. A kezdeti időszakban tényleg valószínűleg jelentős feszültséget okozott, de ma már szerintem nagyobb kérdés az, hogy a hazai politika, például az adórendszer, például a redisztribúció átalakításával milyen hatást gyakorol a társadalmi egyenlőtlenségre. Tehát igaz ugyan, hogy a gazdaság átalakulása, külföldi tőke, piacosítás maga is hordoz polarizáló hatásokat, de az elmúlt 5 évben Magyarországon már nem ez érvényesült. Magyarországon az elmúlt 5 évben már az újraelosztás változása miatt jöttek az egyenlőtlenségek. Nem pedig azért, mert a munka világában így többet, így kevesebbet keresnek. Tehát tulajdonképpen ez, ha tetszik, a perverz redisztribúciónak a megállítása, vagy visszafordítása az egyik kulcselem, amin gondolkodni kell. Valószínűleg lesz csak időm gondolkodni ezen a problémán. De a másik valóban az, hogy ugye milyenek a gazdaságon belüli munkavállalói jogok, munkavállalói érdekképviselet. Egyébként a könyvemben mégiscsak van erre utalás, mert most találtam egy olyan fejezetet, ami 3 füstbérlet gondolatról szól, és ebből a társadalmi részvételről esik néhány szó. Ami kiterjeszthető általában véve ugye a szociális gazdaság fejlesztési lehetőségeivel, ezzel is egyes országok élnek, más országok nem annyira élnek, és Magyarország sajnos most nem annyira él, ugye előteti a közmunkát, miközben ugyanazokból a forrásokból valószínűleg sokkal jobb gazdasági és társadalmi hozadékot lehet megállítani, hogyha ennek legalább egy jelentős része a szociális gazdaság fejlesztéséről szólna azt segíteni. Eszembe jutott még az, de volt egy ilyen kérdés, hogy mit követni a mai kormány gyakorlatával, ha lenne egyszer egy baloldali. Egy olyan jó 2 éve beszélgettem hazai politológusokkal egy nem nyilvános rendezvényen. És az egyik ismert politológus, aki azóta már külszolgálatban van, föltette nekem azt a kérdést, hogy hát akkor magának ugye semmi se tetszik a mostani kormány tevékenységéből, vagy intézkedéseiből, vagy egyet sem tud mondani, ami pozitív, és akkor mondtam egyet, ez a munkahelyi dohányzás betiltása. És ezt továbbra is tartom. Amikor kezdtem a biztosi munkát, ugye ezen gondolkodtuk, hogy kell-e erről valamilyen uniós szintű irányelv, pedig nem. És mivel jó néhány ország, Spanyolország, Magyarország is ugye előre haladt magától ezen az úton, és követve Nagy-Britanniát és másokat, amik Európában ugye úttörők voltak ezen a téren, és rengeteg pozitív eredménye van. Tulajdonképpen egy idő után azt láttuk, hogy ha a tagországok magukat is csinálják, akkor az EU-nak miért, tehát az addicionalitás kritériumának nem felelne meg, hogyha annak az 1-2 maradék országnak a kedvéért erre kísérletet tenni. De a lényeg az, hogy azt mondom, hogy ez például egy tovább élő példa arra, hogy igenis vannak pozitív folytatható elemek. Arra a kérdésre, hogy az euró működhet-e a periférián milyen pozitív hatással, én azt gondolom, hogy a jelenlegi formájában nem a válaszom, az én személy szerinti válaszom. Tehát én azt gondolom, hogy az euró konstrukciójában komoly problémák vannak, de a bizottság többek között ezen dolgozik. Tehát a következő európai tanács ülésre, ami június végén esedékes, a bizottság elnöke, Juncker úr, akit a magyar tévéből ugye lehet ismerni, ő egy komoly papírt fog bevinni annak érdekében, hogy a következő években egy-két olyan elemmel kiegészíthető legyen
ez a konstrukció, ami ugye ezeket a belső asszimetriákat segít leküzdeni. Egyébként a lengyel hezitálásnak is ez az oka. Tehát látják azt, hogy ez a rendszer nem ideálisan működik most. Lengyelország jól járt azzal, hogy a válság idején az árfolyammal tudott egy kicsit operálni, és persze hitet tesznek mindig a Maastrichti kritériumok mellett, de Jan Krzysztof Bielecki, aki a miniszterelnök tanácsadója nemrégiben azt mondta, hogy amíg a belső leértékelés az egyetlen kiigazítási mechanizmus az eurozónában, addig ők ebből nem kellnek. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Én visszamenőleg szeretnék haladni. Az első azért részemről is az euró lenne, el szeretnék hozzászólni. Abban egyezik a véleményünk, hogy jelenlegi helyzetben nem. De én nem csak az európai működési mechanizmusát tartom annak, hanem igazából azt, hogy nem vagyunk euróra felkészülve. És itt a legnagyobb probléma a magyar gazdaság termelékenysége. Szabadjon egy számsort idézni, és elnézést a sok számért, de ha az Egyesült Államok egy munkaórára jutó termelékenységét 100-nak veszem, az európai 28 ország 82,5%, Magyarország 44%-os teljesítmény produkál. Szóval itt nem vagyunk egyenértékesek. Vehetünk bátrabban levegőt, de attól még nem vagyunk egyenértékesek. Szóval itt a termelékenységben, a termelékenységet meghatározó feltételekben, a gazdaság szerkezetben, a munkaszervezésben, az ösztönzésben, és úgy sorolhatnám tovább, a politika kiszámíthatóságában, a stabilitásban sok mindent lehetne hozzátenni, amit belülről formálni kellene, hogy közeledhessünk egy formálódó monetáris unióhoz. Ha nem lesz stabil monetáris unió, én meggyőződésre vallom, akkor az Európai Unió sem fog tudni eredményesen működni. Kell, hogy monetáris unió legyen. És a következő lépés kell, hogy fiskális unió legyen. És én tetszik, nem tetszik, azt is kimerem mondani, kell, hogy politikai unió legyen. Ehhez 1950. május 9-én megjelent könyvet kell elolvasni, Robert Schuman, Egységes Európa. Ha azt elfogadom, akkor amit elmondtam, ez mind természetes. Ha azt nem fogadom el, akkor miért csatlakoztunk az Európai Unióhoz? Ez egy óriási fontosságú kérdés. A másik az volt, hogy hol tört meg a magyar gazdaság lendülete. Én közgazdasági idősorok alapján két pontot tudok megjelölni. Az egyik, amikor megszűnt Magyarországban a működő tőke beállomása. És ez 2001. Onnantól kezdve egyensúly volt, két irányúvá vallott a tőkeállomás, és azt követően pedig több tőke ment ki, mint amennyi beállomott. Mi tőkeigényesek vagyunk, saját tőkéből felzárkózni ehhez a rohamos tempóhoz, a fejlődő világhoz nem tudnánk. A másik fordulópont pedig az volt, amikor az EU támogatás még nem érkezett. Mert igazából az EU támogatás a 2007-2013-as időszakban érkezett. Most az N plusz 2 évből következően ez év december 31-ig kell ezt a keretet leírni. Emlékeztetőként 8200 milliárd forintról van szó, amit a kormány még megfejelt biztonsági okból 1000 milliárddal. Hát most nagyon aggódik és sorba állítja le a projektet, nehogy a költségvetésnek kelljen finanszírozni a 8220 euró közötti különbséget. De milyen ennek az eurónak a felhasználása? Milyen hatékony? Erre nem lehet más mondani, mint hogy a felszín ragyog, de a mélyben sötétség van. Ragyogó díszköveink vannak, fagylan hatokra épített szobraink vannak, de a termelésre, a
teljesítmények növelésére, a modernizációra alig jutott ebből a forrásból, nem beszélve arról a mechanizmusról, ami ezt működteti, a közbeszerzésről. Bocsánat, én ezt kötőjelesen szerettem volna mondani, a közbeszerzés. Szóval nagyon alacsony hatékonyságú ennek a pénznek a működtetése, és most itt áll előttünk a 2014-2020-as költségvetés. A 2014-ben már megnyílt EU pénzeknek a felhasználásához érdemben még nem kezdtünk hozzá. Sok program még meg se került hirdetésre, pedig ugyanaz a kormány van. És majd hogy fogunk kapkodni 2019-ben, 2020-ban, amikor újra ezekre a forrásokra szükség lenne az utolsó filmérig. És már ott tudni kellene, hogy 2020 után a támogatási mechanizmus más lesz, mint ami eddig volt. Bocsánat, kaptam egy bokorugásra felérő kézbeli figyelmeztetést. Miért kezd mindig be? Demokratizmus van. Viszont a duális gazdaságot én sem tudom kihagyni. Ez a duális gazdaság duális kétféle, én már azt mondom, hogy négyféle. Szóval ez a probléma, ez valóban él. De nem azért, mert sok a külföldi tőke az országban, és magas az alapítói vagyomból a 44%-os külföldi tulajdoni arány, hanem azért, mert a hazai tőkefelhalmozás még mindig nem indult be. Ha az éves eredményeket nézem, és ebből az osztalékból mennyit fizettek ki osztalékként, akkor az osztalék nagyobbik hányadát a magyar tulajdonú cégek vették ki, és nem a külföldiek. A visszafordításban a külföldieknek magasabb volt a részaránya 2010-ig, mint a hazai cégeknek. 2010 után változott a helyzet, de ezért ne tessék csak a külföldieket hibáztatni. Szóval a duális gazdaság a sajnos egy velünk élő problémához vált, ami változtatni kellene, de sajnos ez játszik közre a jövedelem és a vagyoni egyenlőtlenségek alakulásában. Mindenki csak a jövedelmi egyenlőtlenségről szokott beszélni, de a vagyoni egyenlőtlenségről is már kell beszélni. Szóval az az oligarchia, előbb-utóbb a demográfia könyörtelensége folytán örökhagyó lesz. A kedvezményezettek eleve más feltétellel fognak indulni, lásd Piketty könyve alapján a franciákat, vagy az angolokat, tehát akiket ő tárgyalt. Ez egy olyan óriási differenciálást fog előidézni rövid időn belül a magyar társadalomban, amire még nem is vagyunk fölkészülve. Szóval ez az egyenlőtlenségi probléma regionális életkor egyéb megközelítésben sokkal nagyobb figyelmet érdemelne a jelenlegénél. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, Gábor! Kívánc Evelgán! Akkor zászlók következik a szabályai. Szerint néhány reflexiót engedjenek nekem is, mert nem lesz túlságosan bűn. Először az alkoholizmusról szeretnénk beszélni, kedves Gábor. Attól félek, hogy a 2010 utáni alkoholizmus növekedésében mi baloldaliak nagyobb szerepet játszunk, mint a jobb oldaliak. Abban az értelemben, hogy a lelkünk áfolása érdekében mennyi befelél a lejtőn, de ez nem biztos, hogy statisztikai jól alátámasztható. Az előadásokból az terült ki a számomra, hogy a három előadás teljesen egy irányban mutatott, hogy, sőt a negyedik is ugyanezt hangsúlyozta. Magyarország jelenleg egy csapdahelyzetben van, és ezen belül értelmezhető a valóban csapdahelyzete. Szerintem egyértelmű, hogy a válság valóságos megoldásához olyan erőforrásokra van szükség, amelyek az országon belül nincsenek, meg, vagy pedig olyan erőszakkal csoportosíthatok át, amely egy újabb súlyos politikai válsághoz vezet. És ebben a csapdában
az elmúlt 5 év mígyókon bezárta ezt az országot. Ez az első megjegyzésem. Tehát amikor te azt kéred, de valóban álljon elő egy progresszív gazdaság és társadalmi politikával, hiszen enélkül nem léphet, akkor rögtön ott, ott van, hogy azt mondja mondjuk, hogy igazságos adózás, ami a magyar amúgy is nehéz helyzetben lévő középrétegeknek a jelenlegi adóemelés jelentene nagy valószínűséggel, hiszen honnan finanszírozható egy másik megoldás, csak a legfelső csoportoktól valószínűleg nem finanszírozható. Ez az igazi csapdahelyzet, amit ez az egykulcsos és egyáltalán ez az adórendszer előáll, létott, ami és számtalan sok hasonló témával szembenézni, mert egyébként is kéne 10% sem még a K plusz felfőzött 3%-nek kell lennie, akkor ugyanúgy meg kell valakinek védnie ezt a dolgot. Tehát én azt hiszem, hogy ennek a tudatában kell először egy válságkezelő típusú megoldással előállni, mint egy ígérgetős megoldással, hogy hogyan lehet ebből a keretből kimenekülni. A második probléma, amiről szeretnénk beszélni, ugyanez az Európai Unióval, az nekem nagyon-nagyon tetszett, ami többektől elhangzott, hogy ezen a pályán kellene valójában focizni. Én is hagyd mondjak valamit, én úgy érzem, hogy ez a kormány focizni akar, ott, ahol mások kikedveznek. És nem hajlandó ezt a két játéknak a különbségét. De mondjuk is halálosan meg van sértődve, hogy nem az ő sportágában is, nem az ő szabályi szerint történik az Európai Unióban sok minden. Andor Lacának arra a kérdésére, hogy miért, szerintem van egy nagyon izgalmas kérdés, hogy az elmúlt 10 év, most már több mint 10 év történik meg is, hogy az Európai Uniós csatlakozás mi nem segített Magyarország problémáknak megoldásában. Ebben valószínűleg két irányban lehet keresni a választ. Az első az, hogy az Európai Unió, amiről a Balázs Péter beszélt, mennyire alkalmazkodott a saját maga megszaporodásához és megnövekedéséhez, és mennyire létezett ezzel szemben a szabályoktól kezdve a